Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Nagykonsági Kulturális Napok keretében megrendezett kiállításunk alkalmából. Külön köszöntöm városunk polgármesterét, Dobos Lászlót. Köszöntöm jegyző urat, Rózsa Sándort körünkben. És hát köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Pánti Ildikó képviselőasszony és Szepesi Tibor képviselő urat és igazgató urat, illetve a többi intézmény, társintézményeinknek a vezetőit, megjelent képviselőit. És hát nagy tisztelettel köszöntöm körünkben a Györfi család megjelent tagjait, Lajost is, Sanyit is, és a család többi tagjait is nagy tisztelettel köszöntöm körünkben. És hát a külön köszöntjük az ünnepeltet, Vargáné Györfi Erzsébetet, aki ugye 2 évvel ezelőtt kapta meg Karcagváros kultúrájáért kitüntetést, és ezért ebből az alkalomból is készült ez a kiállítás. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben nem először Prókai Gábor művészettörténész urat, akit már szintén nagyon jól ismerünk Karcagon, és megkérem Gábort, hogy nyissa meg a kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Erzsébet, polgármester úr! A bemutatkozásban, ott a falon, a kurikulum vitében büszkén vallja magát karcaginak, minden ide köti. Itt végezte iskoláit, legelőször is az általános iskolát, ahol mint később fivérének, kisebbik fivérének, neki is Katona Mihályné, Sálika néni volt a rajztanára. Erzsébet szeretett rajzolni. A gimnázium elvégzése után, mint bátyja, ő is felvételizett a főiskolára. Bár nem sikerült, nem vette kedvét, mert ami belülről irányította, késztette a főiskola felé, az nem főiskola függő. Kereste a benne meglévő kreativitás megnyilvánulási formáját, és mert szeretett rajzolni, így került a Népművészeti Háziipari Szövetkezethez, mint a tervezőnek, mert ugye szeretett rajzolni. Egy év után a formálás, az alakítás vágya, a benne lévő másik ösztönző vitte az Agyagipari Szövetkezetbe, ahol Esz Nagy István fazekastól, a népművészet mesterétől kapta a bevezetést, a fazekasság, a kerámia készítés mesterségébe. Jó mester volt a tanítója. 10 évig dolgozott itt. Majd ismét a Népművészeti Háziipari Szövetkezet következett, az ott kínálkozó tervezési lehetőségek ambicionálták, határozták meg az érdeklődését. Ehelyt, vagyis ott, Szabó Sándorné elnökasszony figyelme segítette, aki tervezési feladatok kitűzésével serkentette tervezői, alkotói fantáziáját. Ezek a feladatok, legfőképpen pedig azok eredményes, szép megoldásai hozták meg számára a szakmai elismeréseket. A papi sejempalástja a mezőkövesdi Kis Jankóbori kiállításon külön díjat kapott. A kunsági szőrhímzéses motivumaival pedig 1989-ben a Népi Iparművészeti Tanácstól kiérdemelte a Népi Iparművész címet. A díszítések természetes környezetükben születtek, de tanulmányozta hozzá Györfi István kunsági szőrhímzéses gyűjteményét, így alakította a maga mintáit, amik már az ő szívéből és lelkéből jöttek létre színharmóniával, motívum gazdagon. Ezek jelentek meg miseruhákon, fali és asztali futókon, terítőkön, párnákon, pelerineken, mennyasszonyi ruhán. Míg a mintatervezésben a nem a kivitelezés foglalkoztatta, a kerámia készítés, a benne szunnyadó, kézműves, formáló, alakító tehetség energiáinak volt megnyilvánulási módja és eszköze. Kerámia tárgyain korsók, tálak, tükrök, vázák látják majd. A használati funkció mellett megjelennek a díszítésben a plasztikus elemek, állatfigurákban, kosok,
lófejek, madarak, vagy címerekben a használati tárgyakat kiemeli hétköznapiasságukból, attraktivitást, sőt, artisztikumot ad nekik. A pálya első szakaszát mutatja be a belső terem anyaga, amely szakasz az önálló kerámia műhely létrehozásával zárult le. Eddigi három csoportos kiállítás, három egyéni bemutatkozása és a Györfi család művészetét bemutató közelmúltbeli esztergomi kiállítás után ez a nyolcadik feltárulkozása, a negyedik önálló. Ezen az úton, itt kell megint megemlíteni Sárika nénit, és ő indította el, mert ő kérte fel először kiállításra saját iskolájában. Ezen a kiállításon, vagyis a main, az első szakaszt jól jellemző láttatás mellett, vagyis ott a belső terem mellett, ennek a jelentőségét és a gerincét az új művek bemutatása adja. Ott hagytuk abba, hogy a pálya első szakasza az önálló kerámia műhely megteremtésével zárult le. A kerámia bizonyult az erősebbnek, ez állt legközelebb ahhoz a családi gének ereje és tehetség nála is kitörési lehetőséget kínáló következményéhez, hogy a kerámiában a plasztikai formálás már közvetlen szerepet kap, így közelít a szobrászat felé. És ha a hatásokat, az ösztönzőket vizsgáljuk, meghatározó a jelen van persze a két fiú testvér pályája, akiknek tehetségét, szobrászi életművük kiteljesedését közvetlenül figyelemmel kísérhette. S mert érzékenyen követte, tanulhatott is tőlük, bár tanítani nem tanították őt. Láthatóan példájuk nem volt bénító, hanem inkább ösztönző. És ott van még a férje műhelyében végzett kivitelező munka, amiben maga is sokszor részt vesz. Végezetül, de talán legfontosabb alakítója munkásságának, az az egész életre kiható élményanyag, ami gyermekkorából táplálkozik, abban gyökerezik. És így jutunk el a kiállítás címének első eleméhez, a gyökerekhez. Ahhoz a természeti környezethez, amelyben felnőtt, amelyben az állandó tevékenység jelenti a mindennapi életet, ez alapozza meg az erkölcsöt, ez alakítja az erkölcsi tartást, ahol megtanulja állat és ember, ember és állat egymásra utaltságát tisztelni. A hagyományokat, az elődök emberségét, tudását megbecsülni. Ezek a hatások a tehetség által felszabadító energiákká válnak, és a képzelet, az alakító fantázia teremtő mozgásával szabadon szárnyalni kezdenek. A nagyobb terem, vagyis itt, ahol állunk, lényegében a plasztikus alkotások, a kis szobrok, a domborművek bemutatása. Közülük néhány régebbi darab, mint a Hazafelé, a Juhász, az Irgalmas Szamaritánus, igen, mondjuk ők. Ja, persze, és a Belepfürdő Zator című kis szobor. Ez utóbbi a két testvérváros kapcsolatát a két település templomainak összekapcsolásával szimbolizálja. Hajlandósága van a példázatokhoz, a moralizáló tartalmak közvetítéséhez. Ma talán még elgondolkoztatóbb az Irgalmas Szamaritánius című kis szobrának az üzenete, mint születésekor. A történet röviden, hogy fölelevenítsem. A törvényhozó, a törvénytudó találkozik Jézussal, és kérdezi tőle, mit tegyek, hogy elérjem, elnyerjem az örök életet. Jézus azt válaszolja, mi van megírva a törvényben. Ő tudja, szeresd az Urat, Istenedet, teli szívből, erődből,
Fere barátodat, mint tenn magadat. Helyesen feleltél, mondja Jézus. Tedd ezt, és akkor élni fogsz. De ki a fele barátom? Kérdi az okoskodó. Kit tekintsek fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót, és a következő történetet meséli el. Egy ember elindul Jeruzsálemből Jerikóba. Rablók támadják meg, azok kezébe kerül, mindenét elveszik, félhordra verik, és ott adják. Történetesen egy pap tartott az elesett felé, lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy lévita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamáriai jött arra, aki mikor észrevette az összevert félholt embert, olajjal, borral bekenegette sebeit, felültette teherhordó összvérére, és elvitte a legközelebbi fogadóba, tovább ápolta, majd mikor elment, a fogadósnak adott 2 dénát, azzal, hogy ápolja még tovább, ha kevés lesz, amit hagyott, legközelebb, mikor jön, majd kipótolja. Ezek után megkérdezte Jézus a törvénytudót, hogy mit gondolsz, a 3 férfi közül ki a fele barát? A törvénytudó azt mondja, hogy hát a szamaritánus. Az volt izgalmas iránta. Jézus így folytatta, menj és tégy te is hasonlóan. Miért is érdekes ez? A részvét az irgalom hiányáról, és szemben vele a tettekben megnyilvánuló részvétről szól ez a történet. Arról bűn részvétet érezni, arról nem is beszélve, hogy részvétet nem érezni, tehát bűn részvétet érezni és semmit sem tenni. A zsidó embernek, ha zsidó ember volt a fele barátja, mindenki, csak zsidó ember volt a fele barátja, mindenki más tisztátalan, és nem fele barát. Jézus mégsem, sőt ellenkezőleg, nem a papot, a lévitát emeli mintaképpé, akik valószínűleg mást hirdetnek, mint amit tesznek akkor, mikor segíteni kellene a rászorulton, hanem a szamaritánust, akit ellenségnek és tisztátalannak tartottak. Elgondolkodtatónak kellene lenni ennek a történetnek, azt hiszem ma is sokan elgondolkozhatnának ezen, pedig jó néhány évvel ezelőtt csinálta az Erzsébet. Vagy a gonosszal küzdő, azt legyőző Szent György dombormű az örök harcról, a mindig újabb és újabb arccal és formában megjelenő gonosszal szemben, akit ezért nem is mindig pontosan tudunk észrevenni. Bár nem tanulta, ösztönösen, természetes ráérzéssel alkalmazza a kompozíciós eszközöket a kifejezés szolgálatában. A Hazafelé című kompozíció finom mozgását, áramlását, az alapnak, a kőtestnek plasztikus tagolása és az azon elhelyezett állatok ritmusa adja. A Várakozás című domborműkép cselekményének középpontjába majd nézzék meg, a fejű gazdasszony van. Majd észrevesszük a kép sarkában, kissé kiszorítva, a kis széken ülő, kissé előredülő, a friss tejre váró gyermeket. Azt veszük észre, hogy a feszülten figyelő gyermek fokozatosan átveszi a szerepet, a központ szerepét, és az indukáló feszültség emeli ki a képet az életképből, és teszi izgalmassá. Különösen kedves ez a kép nekem, és ennyi, mert hát egy megnyitó is személyes persze, de annyi személyeskedést engedjenek, személyességet engedjenek meg nekem, hogy azért is kedves nekem ez a kis kép, mert
a gyermekkoromat idézi meg. Amikor a nagymama fejt, ugyanígy vártuk mi is. A bögrével a kezünkben, amit előtte meg kellett azon küzdeni az öcsémmel, hogy a hajós kapitányos bögrével éppen kimegy oda. Azóta persze már hallottuk a nagy bölcsködőktől, hogy a friss helyet, friss tejet gyermekkel itatni nem is egészséges. Azért hála Istennek itt vagyok, én is, az öcsém is, meg úgy gondolom önök közül is sokan, akik ugyanezt tették. Na hát ennyit a bölcsködőkről. Érdekes kompozíciós szempontból, de akkor jól emlékeztem, a Hunor és Magor című képre. Ismert a legenda, ezt nem fogom elmesélni. A lovasok mozgásának dinamikájával és a fenségesen álló visszatekintő, a lovasokénál kissé átírtabb szarvas között teremtett feszültség ad életet a kompozíciónak. A konkrét történeten túl az ideák követésének, a célkitűzés cselekvést meghatározó értékéről, pozitív szerepéről, erejéről is szól ez a mű. Ami idea ez esetben egy népnak új haza megtalálását eredményezte. Azt láthatjuk, hogy egy-két dombormű, ez is, aztán a Szent György is, meg majd itt a Bárkák is, megjelennek más anyagban is. A kísérletező kedvéről szól ez az anyagváltás. Nem a bronzöntés természete, a bronzban elérhető hatások izgatták, hanem a magas tűzön égetett, enyhén mázas kerámiának a kihívása, ezt tűzte maga elé, ennek elérése volt a célja. Végezetül a számomra nagyon rokonszenves kis sorozatról, a Kunbárkáról szólnék, amelynek a motívuma itt ezekben a csobogókban is, amik most olyan kis kedves hangot adnak itt, és megjelenik, és főszereplővé válik. A bibliai történet, mert ugye bár ne legyen kétségünk, Noéról szól ez a történet, tehát a bibliai történet az ismert. Erzsébet megformál, ismert a művészet, a történet is maga, meg a művészet történetben számtalan megnyilvánulását láttuk ennek. Erzsébet megformálása azonban legalább két szempontból biztosan sajátos és eredeti fogalmazás. Részben a hajó formája, a Kunbárka. Így még ismereteim szerint senki sem ábrázolta Noé hajóját. És innen csak egy lépés már, de milyen következetes ez a lépés, hogy a menekítettek nem az előképekben sokszor látott egzotikus állatok, hanem a gyermekkorában megismert társak. Ők a főszereplők. Noé meg sem jelenik. De nézzék majd meg az állatok szemét, mintha emberek néznének. És így ebben a felfogásban vesszük észre, hogy itt megint többről van szó, mint az ismert történet ábrázolása. A mentés felelősségéről, parancsáról, felelősségről az értékek mentése iránt, legyenek azok élőlények, szellemiek, erkölcsileg vagy tárgyak. Vargáné Györffy Erzsébet tudja, hogy művészetében milyen értékek mentését kell szolgálnia. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon köszönöm Gábornak a szavait, és hát nagyon köszönjük ezt a kiállítást, Erzsi, neked nagyon sok jó munkát kívánunk még, nekünk örömünkre, mi örömünkre is, jó egészséget, és családod körében is mindenkor nagyon szó, jót és szépen. Nagyon szépen. Köszönöm. És köszönöm szépen. Férfiakhoz élő virág, folyamatosan.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mielőtt még megnéznék a kiállítást, nagyon köszönöm még egyszer, hogy eljöttek és megtiszteltek minket ezen a mai kiállítás megnyitón. És hogyha nem tették még meg, akkor nézzék meg a kiállítást. Köszönöm szépen. És majd kifelé menet egy kis pogácsával, meg egy kis üdítővel, ezt a jó meleget le lehet majd meg egy kis borral is, mondja Erzsike, le lehet majd öblíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszöntöm nézőinket a Györfi Svenagykó Múzeumban, az előzőekben Prókai Gábor művészettörténész nyitotta meg Valgányi Györfi Erzsébet kiállítását. Nagyon sok személyes gondolatot elmondott, hiszen régóta ismeri a családot. Most nagyon sok új munkát láttunk, hogy tetszik önnek ez a kiállítás? Örülök, hogy láttam az új munkákat. Az a helyzet, hogy a Erzsinek a próbálkozásait és az egyre szisztematikusabban és egyre tudatosabban alakuló pályáját is figyeltem, de eddig a kis szobrok azok a kisebbik részét tették ki a munkásságának. És ezért, amit most láttam, ezek a domborművek, ezek számomra is teljesen újak voltak, és örülök, hogy láttam, és örülök, hogy ezeket csinálja. Az igazán izgalmas ebben, hogy például, hogy csak más nem mondjak, hogy ugyanazt a témát, amit egyszer megcsinált bronzban, azt ő most megcsinálta kerámiában. És ugye az eredeti identitása vagy a készülődése az a kerámia felé indult volna, de aztán utána mégiscsak a szobrászat felé vonzódott ő is, és egy nagyon nehéz technikát, ezt a kőedény technikát ban is megcsinálta azokat a domborműveket, amiket bronzba is megcsinált. És ez a magas tűzű kerámia egy kicsit ugyanazt, amit látunk bronzban, másképpen adja vissza, egy kicsit melegebbé teszi a kifejezést. Úgyhogy például ez is érdekes, hogy ez a kísérletező kedv is benne van, mint a nagyobbik bátyjában is volt annak idején, aki újra meghonosította a viaszveszejtéses bronzöntési eljárást, és nem csak Magyarországon, hanem már kisugázzóan Európában is több országban az itt járt művészek vitték tovább ezt. Tehát ez a kísérletező kedv is úgy látszik benne van a családban. Olyan szépen fogalmazta meg, hogy igazándiból a testvérek, tehát Lajos és Sándor a másik két művész, fogta is a kezét, meg nem is fogta a kezét, tehát ráfigyelt, de nem tanította, hanem csak engedte, hogy tanuljon tőlük. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem ez megvívandó kérdés volt a két fiúnak is, meg az Erzsinek is, mert valószínű, ők nem akartak tudorkodni fölötte. Egyrészt, gondolom az Erzsi meg amit akart, azt úgy is megkérdezte, más oldalról pedig az Erzsi azért egy elég határozott egyéniség, tehát én azt is el tudom képzelni, hogy ő esetleg kritikával is fogadta volna azt, amit neki mondanak, holott nagyon vigyázni kell, mert a kritikát azt néha tudni kell elfogadni, mert az előbbre viszi az embert, és végeredményben ő, aki tényleg saját erejéből jutott ezekhez az ismeretekhez, amit hozzá tudott tenni a tehetségéhez, nyilván, hogy neki is szüksége van kontrollra, és hála Istennek azért a két fiú testvér, ha kell, akkor mindig ott van, és tud segíteni neki. És hát azért a mennyit alatt is lehet, hogy látni, hogy milyen büszkék rá, hiszen azért én szembeálltam velük, tehát én láttam az ő arcukat is, és látszott rajtuk a büszkeség, hogy igen, ő is megalkotta azt, amit mi már nagyban csinálunk. Örülök, hogy ezt mondja, mert én nem láttam őket, mert ugye én nem voltam számára. Más volt a feladat? Igen, és tőlem mellettem állnak, de örülök, ha ezt mondta, mert
Nekem ugyan egyik is, másik is annak idején sutosta, hogy na hát az Erzsi meg kerámiákat csinál, és láttam is én azokat korábban, de valóban azok tárgyak voltak. De érdekes volt, ahogy ezekre a tárgyakra is díszítésként már azokat a motívumokat hozta, ugye ezeket az állatfigurákat, amik tényleg az ő meghatározó élményei onnan a tanyáról, a gyermekkorból. A gyermekkornak fantasztikus az ereje, és búvópatakként jön elő sokszor művekben, és nem csak az alkotó emberek életében, hanem a nem alkotó emberek életében is meghatározó a gyermekkornak a élményei, a tanítása, az, hogy élt az ember gyermekkorában. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak csak nagyon sok hasonló kiállítást kívánhatunk, és reméljük, hogy még Erzsike sok alkalommal megörvendeztet bennünket. Én is ezt remélem, és kívánok neki hozzá jó erőt, egészséget. Most már, ezt nem is tudom, hogy szabad elmondani, hogy már nagymama is, tehát az erőt egy kicsit majd osztani kell, de azt hiszem, hogy van neki ereje, és jó egészséget kívánok hozzá neki, jó munkát. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Vargányi Györfi Erzsébettel beszélgettünk, egy picit már megnyugodott, hiszen előtte azért egy picit izgult, hogy hogyan fogadják a kiállítást. Itt Rókai Gáborral az előbb már beszélgettünk, és neki is elmondtam, amit önnek is mondok, hogy én szembeálltam a testvérekkel, tehát én láttam, hogy Lajos és Sanyi is milyen büszkén hallgatták az önről szóló előadást és dicséretet. Milyen volt a fogadtatás, hogy érzi, milyen volt a fogadtatása a kiállításnak? Nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok önmagamra, és ezt mondhatom, mert mikor elkészült a kiállítás, és hogy beléptem, szinte én lepődtem meg a legjobban, hogy saját kiállításomra jöttem, hogy ennyi dolgom van, amit készítettem, szinte nem hittem el, mert valójában, tehát amit készítettem, tehát az elejétől a végéig van egy-egy darab, vagy pár darab mutató mindegyikből, tehát örömkönnyek lengik be a szívemet, azt lehet mondani, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy mások is elmondták, hogy meglepődtek, nagyon örülnek, és büszkék arra, hogy ilyen szép dolgokat láttak itt, úgyhogy ennyit szerettem volna. És hát az új arcait is megmutatta, hiszen volt, aki most tudta meg, hogy a háziparinak is volt tervezője. Azért a keramikusságát azért elég sokan ismerték, de itt azért a bronzképek is megjelentek, amiről itt elismeréssel szólt Rókai Gábor is. Hogyan készültek ezek? Tehát van, ami több példányban is készült, és nem egy forma, van, ami kerámiából is elkészült, bronzból is, ez tudatos volt, vagy inkább ilyen kísérletezgetésnek lett ez mind az eredménye? Nagyon tudatos volt. Végül is én már nagyon régen készültem rá, hogy kerámiából nem csak fazekas termékeket állítsak elő, hanem magas tűzű kerámiát, ami azt jelenti, hogy 1200 fok fölött ég, és azt jelenti, hogy az már más lehetőségeket ad. Tehát, hogyha én plasztikát csinálok, akkor abban már jobban ki tudom fejezni a gondolataimat, jobban teret tudok adni az én gondolataimban megjelenő állatoknak, figuráknak, vagy akár bármilyen történeteknek is, amit itt láthatunk, azt most nem sorolom föl, és így egy 1200 fok fölött égő kemencém szinte még egy hónapja lett beállítva, és amiket itt látunk, kerámiákat, abban kísérleteztem ki. Szinte minden nap ment a kemence, és tehát a kemény munkának meg is lett az eredménye végül. Magam is meglepetésre szolgált, hogy jól sikerült. Úgyhogy a bronz domborművek viszont, tehát megláttuk már régebben is készítettem, ez nem jelentett nekem olyan nagy kihívás, mert ezzel már régen foglalkozunk, de a látványa, vagy pedig, hogy kinek hogy tetszik, ezt mindenkinek magának kell eldönteni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült végül is bemutatnom mind a kettő változatot. Mondhatjuk azt, hogy az ezer arcú művészt ismerhettük meg ma itt, és reméljük, hogy sokan megnézik, hiszen a kiállítás egész sokáig lesz látogatható. Igen, október 8-áig lesz látogatható, én is most tudtam még meg, úgyhogy szeretettel várok mindenkit, aki szeretne egy kicsit feltöltődni, vagy éppen beletekinteni abba, hogy mit is készítettem én el néhány év alatt,
abból egy-egy kis bemutató. Én még nagyon jó alkotóéveket és sok-sok megvalósításra váró ötletet kívánok Önnek. Nagyon szépen köszönöm, és én is azt kívánom mindenkinek.